Szevasztok, köszöntök mindenkit, elindult a Restart élő adás, én a Vendi vagyok, az elkövetkezendő közel egy órában. Informatika a téma itten a TV csatornán, követhettek bennünket, nézhettek ugye a TV-ben, az interneten, vagy akár ugye a Facebookon, ami már az internetnek egy külön szegmense, de ott is, ha minden igaz, akkor megy az élő stream, vagy legalábbis remélem, mert nálam ilyen elég furcsa üzenetet kaptam. Ez nem tudom hova tenni, de minden esetre én nagyon remélem, hogy nézhető az adásunk a Facebookon is. Szóljatok hozzá, a képernyő alsó részén vannak a mi elérhetőségeink, ezeken keresztül lehet a műsorba becsatlakozni. Kicsit le vagyok égve, igen, már hogy nem anyagilag, úgyis, de azt most hagyjuk, hanem igazából kim voltam a napon. Mert hogy azt mondták, hogy ma rossz idő lesz, és ez nálam mindig fordítva működik, tehát rossz idő lesz, akkor én azt mondom, hogy nagyon megyek és napozok, és hát ma bejött. A dugó is visszafele, na mindegy. Itt vagyok, ez a lényeg. Kezdjük is rögtön friss hírekkel, hiszen ugye, ahogy megszokhattátok ilyenkor a műsor első felében, a legfontosabb érdekességeket igyekszem veletek megosztani, ami így az IT kategóriában, témában fellelhető. Lehet, hogy csak jövőre lesz iPhone 7. Nagyon úgy néz ki a történet. Azt, hogy az Apple az idén nem fog igazán nagy újdonságokat bemutatni az iPhone sorozatban, azt már régóta lehet tudni ugye a különböző kiszivárogtatásoknak köszönhetően. Azt azonban kevesen sejthették volna, hogy a helyzet annyira súlyos, hogy idén nem is fogja bemutatni az iPhone 7-et. A cég, hanem annak kiadását a jövő évre fogja halasztani. Na de hát az idén is be kell mutatni valamit. Egészen pontosan arról lehet szó, hogy az Apple az ősszel leleplezésre kerülő iPhone-t nem 7-es széria számmal fogja ellátni, hanem marad a 6-os kategóriáján belül, ezzel is jelezve, hogy csak egy frissítést eszközöl az eszközön a 2014-ben bemutatott szérián, tehát gyakorlatilag most már 2 éves az iPhone 6, ha úgy nézzük, illetve a 6-os széria, ugye megjelent tavaly a 6S, azóta jött egy SE tavasszal, illetve ebből is volt plusz, meg nem tudom, és most úgy néz ki, hogy nem lesz 7-es, hanem, vagy legalábbis most az idén nem, hanem gyakorlatilag ebből lesz majd egy iPhone 6 SE verzió, ha minden igaz, és a 7-es szám majd a 2017-ben bemutatandó iPhone-nak lesz majd a sorozat száma. A koncepció összhangban van azzal, amit gyakorlatilag az Apple által a közelmúltban megszellőztetett információval, ami szerint a cég az eddigi 2 éves termék frissítési ciklusáról 3 éves periódusokra kíván áttérni az iPhone-ok vonatkozásában. Ebből ugyanis szintén az következne, hogy a vállalat csak jövőre léptesse a termék fő verzió számát, ha már erre is érvényesíteni akarja ugye az új frissítési rendet. Hát ugye vége az okostelefon boomnak, ez is azt jelzi, tehát gyakorlatilag már valljuk be őszintén, nem nagyon tudnak a gyártók túl sok újdonságot kitalálni, amit még bele lehet rakni a készülékbe, ami miatt esetlegesen ugye ez olyan nagyon brand new-nak hangozhat. Csak kisebb ráncfelvarrások miatt meg felesleges igazából verziót léptetni. Ugyanakkor az sem zárható ki 100%-osan, tehát ez csak egy felröppent hír, hogy az idén fogja bemutatni az iPhone 7-et, de emellett bemutat egy frissített modellt a 6-os szériából is, ez lesz ugye a 6 SE. Ez nem lenne példa nélkül, hiszen a vállalat idén pontosan ugyanígy sütött el, márciusban ugye az SE címkét gyakorlatilag az iPhone-ok sorozatában, ugye az 5S után, amely gyakorlatilag hát az 5S-nek egy ilyen frissített verziója, ugye egy ilyen középkategóriás, vagy hát nem középkategóriás, mert ugye az 5S önmagában egy high-end kategóriás volt a maga idejében 2013-ban, csak hát ugye 2016 tavaszán ez már nem high-endnek számít, hanem egy közepes kategória, ugye egy olcsóbb modell. Valószínűleg inkább erről lesz szó a 6-os esetében is, hogy egy 6-es el fog érkezni, de még nincs kizárva azért ez a 7-es sem. Az, hogy ez valójában így lesz-e, hát az szeptemberben kiderül, hiszen ugye akkor fogják szokásos módon a nagy cégek, miután visszajöttek a nyári szabadságról bemutatni a legfrissebb kínálatukat. Várjuk kíváncsian, szokás szerint ugye az Apple termékeit mindig nagy kíváncsiság övezi, úgyhogy ezért is szivárognak ki mindenféle információk már idő előtt, és hát igazából videón már láthattuk a 7-est, legalábbis annak titulálták, de azon is láthattuk, hogy olyan érdembeni különbség nincs, tehát lehet, hogy ez nem a 7-es volt, hanem valóban a 6-es. Hát majd kiderül szeptemberben.
Aztán Windows 10 pár nap van már csak ugye a frissítési lehetőségre, az ingyenes frissítési lehetőségre azoknak, akik ugye Windows 7-et vagy 8.x-et használnak, még 3,5 napig tudnak ingyenesen átállni, utána fizetős lesz, ezt mindig el fogom mondani, szerintem a holnapi nap folyamán is csak valószínűleg csökkentem majd a napoknak a számát. De minden esetre most így az utolsó hajrában azért a franciáktól kapott egy kicsit a Microsoft. A francia információ szabadságért felelős bizottság, milyen szépen hangzik, majd mindjárt mondom a francia nevét is, jó franciásan, nem tudok franciául, de azért megpróbálom kiejteni nektek. CNIL, ez a rövidítése. Szóval a Commission Nationale de la Informatique et de Liberté. Ez az ő nevük. Tök szépen hangzik, nem? Még egyszer elmondjam? Azt mondja, hogy Commission Nationale de l'Informatique et de Libertés. Liberté. Bocsánat, mert ezt nem ejtik a végén. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem így kell kiejteni egyébként. Minden esetre ők tegnap bejelentette ez a gyönyörűen hangzó francia információ szabadságért felelős bizottság, hogy 3 hónapot adnak a Microsoftnak arra, hogy változtassanak azon, hogy a Windows 10 a felhasználók beleegyezése nélkül adatokat gyűjt róluk, amennyiben a vállalat ezt nem hajtja végre, szankciókat fognak bevezetni. Nos, hát milyen szankciókat is? Mik a kifogások? Először azokat nézzük. A CNIL közölte, hogy a sajtóban megjelent hírek következtében idén április és június között folytattak le vizsgálatot, amiben azt nézték meg, hogy a Windows 10 milyen és mekkora mennyiségű adatot gyűjt a felhasználókról. A legfontosabb eredmények a következők. A Microsoft gyűjti a Windows alkalmazás és a Windows Store felhasználói adatait, monitorozzák azt, hogy a felhasználók milyen alkalmazásokat töltenek le, illetve hogy mennyi időt töltenek azok használatával. Ez a bizottság szerint irreleváns és túlzott mértékű adatgyűjtés. Hát szerintem meg, na mindegy, ez megint ugye egy másik kérdés, hogy ugye ezek az adatok, ezek igazából anonim módon kit zavarnak már megint csak, ugye, ha most megint az ilyen különböző célzott reklámokra, meg az egyéb dolgokra gondolunk, akkor ennek igazából ez a haszna, hogy nem a Pampers reklámot kell mondjuk nekem nézni, akit mondjuk nagyon nem illetékes a témában, nem? Hanem mondjuk olyan témákat, vagy olyan reklámokat kapjak már, amik esetleg engem is érdekelhetnek. Aztán a Microsoft fiókba történő belépéskor nincs korlátozva a hibás PIN kódok beütésének száma, így a felhasználói adatokat nem védik megfelelően. Ebben van igazság, tehát tényleg bárhány szóba lehet írni azt a PIN kódot, csak félek, hogy ha ezt mondjuk lemaximalizálnak 3-ra, mint mondjuk az ilyen egyéb banki azonosítás, vagy mondjuk mit tudom, a telefonunknak a PIN kódja esetén meg kell adni, és 3-szor lehet elrontani, és utána lezárja a rendszert, akkor meg az lenne a probléma, hogy hát Jolika rosszul írta be a PIN kódját 3-szor, aztán kitiltotta őt a Windows. Akkor tudja, hogy azért perelnének, tehát hogy egyik se jó. A Windows 10 telepítésekor alapértelmezetten egy hirdetési azonosító is aktiválódik, amely lehetővé teszi a Windows alkalmazások, illetve harmadik felek alkalmazásai számára, hogy monitorozzák a felhasználó böngészési tevékenységét, hogy célzott hirdetéseket juttassanak el hozzá. A bizottság szerint ehhez ki kell kérni a felhasználó beleegyezését. Én meg azt gondolom, hogy ugye ez összefügg az első kitétellel vagy kifogással, hogy bizony ezeket az adatokat tényleg azért gyűjtik, hogy a felhasználói élményt, illetve a célzott hirdetéseket tudják a felhasználóknak megfelelően, hogy úgy mondjam, szolgáltatni. És én azt gondolom, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, és erről már beszéltünk elég sokszor, és elolvassa a felhasználói feltételeket, vagy felhasználási feltételeket, abban szerintem ez benne van. Az, hogy a kutya nem olvassa ezeket el, az megint egy másik kérdés. Aztán a Windows 10 nem ad lehetőséget a sütik letiltására. Miért kéne az operációs rendszernek ezt megadni? Tehát a sütiket a böngészőkben használjuk, nem? Tehát, hogy a böngészőkben meg ez elvileg kikapcsolható. Az jó kérdés, hogy az Edge-ben is egyébként törölhető, illetve kapcsolható-e? Jó kérdés, nem tudom, de lehet, hogy ez egy kifogás, hogyha mondjuk esetlegesen nem. És végül a Microsoft az európai felhasználók adatait a már érvénytelen Safe Harbor keretrendszer előírásai alapján továbbítja az Egyesült Államokba. És ez sem tetszik ugye Franciaországnak. Hát igazából szerintem ez sem igaz 100%-ban.
Minden esetre a bizottság összességében az általánosságban azt követeli a vállalattól, hogy a francia felhasználók számára teremtsék meg azt a lehetőséget, hogy ők maguk dönthessenek arról, hogy a Microsoft milyen adatokat gyűjt róluk. Szerintem dönthetnek, így ki kell húzni az internetkábelt, és semmilyen adatot nem fognak gyűjteni. Tehát, hogy van, mindenre van megoldás, tehát nem kell rögtön falnak rohanni, én azt gondolom. De válaszolt a Microsoft. Közleményben reagált a felszólításra, és elmondták, hogy bár ők magas szintű adatvédelmi megoldásokat építettek a Windows 10-be, örülnek egyébként, hogy a bizottság javaslatai alapján ezeket még jobbá tehetik. Biztosítják a hatóságot arról, hogy a következő hónapokban szorosan együtt fognak működni velük, hogy a jelzett problémákat megvizsgálják, megértsék és a szükséges korrigálják. Milyen polkorrekt, nem? Külön kiemelik a Safe Harbor ügyét is egyébként, elismerik, hogy az európaiak jogosan igyekeznek adataikat megvédeni, de a keretrendszer érvényesítése óta a Microsoft mindent megtett a felhasználók adatainak védelméért, ezt többször el is ismerték egyébként az európai hatóságok, mivel nemrég fogadták el az új keretrendszert, ezt a bizonyos Privacy Shield-et, a Microsoft ezt adoptálni fogja a jövő hónapban, és hivatalosan közölni is fogja, illetve dolgoznak azon, hogy elkészítsenek egy frissített adatvédelmi szabályzatot, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Ennyi, megy a cica harc megint csak, ugye? Tehát, hogy mintha kötelező lenne használni a rendszert. Tehát, ha valakinek kifogása van valami ellen, akkor ne használja. Tehát ez nem egy alanyi jogon kötelező törvényben előírt dolog, hogy ma pedig neked Windows 10-et kell használni, és ha már Windows 10-et használsz, akkor úgyis el fogják lopni az adataidat. Ez olyan kamuduma. Tehát, hogy... Na mindegy. Tényleg, szerintem akkor térjünk vissza a palafához, meg írogassunk ilyen, mit én, kőbaltával a falra, meg ilyenek szerint, vagy az abakusszal számolgassunk. Azokat nem lehet lehallgatni. Tényleg, ez a legegyszerűbb. Jó, menjünk tovább. Jöjjön az Nvidia, illetve az ATI 2, brutális ATI, AMD. Tudtam, már a promóba elkezdtem összekeverni, csak azt nem láttátok. Mert ugye most már jó ideje AMD-nek hívják, de ugye aki a régi korszakban nevelkedett fel, és állandóan a videókártyák, illetve ennek a két cégnek a kártyái közötti harcot hallgatta, hogy melyik a jobb, az ATI vagy az AMD, ez az ATI, ez valahogy így megmaradt. AMD már, ugye hiszen megvette már azt hiszem 2007-ben, 2008-ban az AMD az ATI-t, úgyhogy azóta már AMD-nek hívják. Na nézzük először akkor az AMD-t. Egy nagyon furcsa SSD-vel szerelt videókártyát ad ki az AMD. Miért is jó ez? Az AMD a héten megrendezésre került SIGGRAPHIC konferencián egy első hallásra rendkívül furcsa videókártya kiadását jelentette be. A cég új Radeon Pro Solid State Graphics adapterében ugyanis a hagyományos komponensek, tehát a GPU, a memória és a kiegészítő áramkörök mellett egy komplett SSD meghajtó is található, méghozzá egy 1 terabájtos kapacitással. Tehát brutális, ha így néz. Az AMD a villámgyors meghajtót azért szerelte a videókártyára, hogy az segítsen gyorsítani a grafikus processzor adatokkal történő ellátását, ugyanis bár a kártyán 32 giga memória is található, bizonyos feladatokhoz még ez is kevés lehet, és ebben az esetben jól jöhet a memóriánál ugyan egy picikét lassabb, de mégis gyors, ráadásul adott esetben óriási kapacitású kiegészítő tár is tud az adatok tárolására szolgálni. Ebből a dedikált videókártyával közvetlenül összekötött egységből ugyanis még mindig gyorsabban lehet előbbieket visszahívni, mintha ugyanezt a feladatot ugye a gépnek adnánk ki a benne lévő merevlemezre vagy SSD-re történő írással. Az AMD szerint a megoldás elsősorban a videók, különösképpen a 360 fokos, illetve a 4K-s videók esetében azok szerkesztése esetén gyorsíthatja majd fel. De jól jöhet ugye például a VR sisakok használata során is, ahol hozzájárulhat egy még simább és realisztikusabb látvány előállításához. A hétköznapi játékok esetében ezzel szemben kisebb jelentősége lehet a dolognak, bár itt is igaz lehet, hogy például egy-egy szint végéhez közeledve a játék elkezdheti előtölteni mondjuk a következő szint elemeit az SSD-re, hogy amikor a játékos ténylegesen a végéhez ér a küldetéssel, a következő már kvázi töltés és várakozás nélkül azonnal tudjon megjelenni előtte a monitoron. Ezen kívül a videókártyára integrált SSD teljesen sima háttértárolóként is működhet. Lehet majd a gépről, bár nyilvánosan ez képezi ugye a legkevésbé praktikus alkalmazási módját, tehát hogy lehet sima SSD-ként is magyarul használni.
egyébként maximum arra jó, hogy tényleg van egy plusz. Plusz meghajtó, tehát egy terrás, akkor gyakorlatilag csak kérdés, hogy mennyibe kerül, mert ezekről nincs szó, hogy ez a videókártya egyetem mikor kerül forgalomba, mennyibe fog kerülni. Félek, hogy ez nem a halandó embereknek van első körbe kitalálva, úgyhogy szerintem először még ezzel várjunk. Egyébként jól néz ki, tehát azért így megmutathatjuk, tehát elég brutál. Tehát, hogy így nem, hát de egy kicsit nyújtott a kép, mert látszik a ventilátoron, hogy így, tehát azért, de jó hosszú a kártya maga. És szép. Okay. Na nézzük a konkurenciát. Ők is egy nagyon durva videókártyával álltak elő. Igaz, hogy nem, na ezt kimondottan nem a halandó embereknek szánják, hiszen ugye azt tudjuk, hogy a játékosok elsősorban az Nvidia-ból a GeForce szériát szokták játékokhoz használni, illetve hát ez az a szériája ennek a gyártónak, ami leginkább ugye elterjedt az asztali gépekben. Ám de nagyon régóta létezik egy másik platform is, az úgynevezett Quadro platform, ami leginkább ugye a 3D-s megoldások során tud elég nagy hardveres gyorsítást nyújtani. És hát úgy néz ki, hogy pár nappal azután, hogy frissített ugye a Titanix modelljének leleplezését követően az Nvidia bejelentette, hogy ő is egy továbbfejlesztett modellt ad ki a Quadro szériájából. Az új immáron Pascal architektúrára épülő P6000-es kártya akár négy darab 4K-s képernyőt is képes meghajtani, ráadásul 120 Hz-es képfrissítés mellett, ami azért valljuk be őszintén brutális teljesítmény egy önálló videókártyától. Akárcsak az AMD, az Nvidia is a feldolgozó magok száma, illetve a memória terén lépett tovább a frissített csúcskártyáiban, ugyanis még a korábbi Quadro M6000-es kártyán csak 3072 úgynevezett CUDA egység munkálkodik egy GDDR5-ös memóriával, ami egyébként 24 giga, tehát 24 gigányi memória. Az új P600-as esetén már 3840 számítási egység dolgozik, a továbbra is 24 gigás memória területen, ami szintén egyébként DDR5-ös, de abból is már a továbbfejlesztett GDDR5X-es szabványra épülő kártyáról beszélünk. Erről is tudunk egy képet mutatni. Nagyjából így néz ki, mondjuk itt is csak így eléggé oldalról látjuk, tehát túl sokat nem látunk magába a kártyába, de brutál, nem? Jó. Mindezeknek köszönhetően egy egység akár 12 teraflops számítási teljesítményre is képes az alkalmazások rendelkezésére. 12 teraflops számítási teljesítményre is képes az alkalmazások rendelkezésére bocsátani, ami ugye egy teraflopszal több, mint az új Titanix esetén, ami ugye szintén a, mondjuk úgy, hogy a csúcskártyája. Tehát már a csúcskártyához képest is van egy csúcskártya, igaz, hogy a másik kategóriában, tehát ugye az egyik egy Nvidia, egy GeForce széria, ha így nézzük, a másik pedig ugye ez a bizonyos Quadro széria. Az Nvidia egyelőre nem volt hajlandó elárulni azt, hogy az új Quadro P6000-es, mikor kerül a boltokba, illetve hogy mennyit kell majd érte a vásároknak kicsengetni. De félek, hogy nagyon sokat. Ezek nagyon drága kártyák egyébként, még a régebbi szériás, mint egy 4000-es, meg ilyenek is, amiket még szintén lehet kapni. És nem mai darab, tehát ilyen még ez 2010-es években elején kezdték el ezeket, vagy lehet, hogy még régebben gyártani. Még azok is több százezer forintba kerülnek egyébként. Tehát, hogy akkor mennyibe került egy vadonatúj? Szerintem súrogatja a milliót, vagy lehet, hogy inkább följem. Úgyhogy, hát de olyan helyre, ahova esetleg kell. De kellhet, hogy például 4 darab 4K-s képernyőt meg tudjon hajtani, oda mondjuk azért jól jöhet. Én azt gondolom, egy ilyen számítási teljesítménnyel rendelkező kártya. Brutál! Na jó van. Ezeket csak én érdekesébbként mondom, mert gondolom én úgysem rohamma senki a boltba ilyet venni. Tehát akár reklámozhatom is, mert ez olyan, mint egy autó, nem? Tehát, hogy most én hiába mondom itt az autóról, hogy mit tudom én, vegyetek ilyet, vegyetek olyat, úgysem fognak elmenni az emberek tömegesen és elkezdenek vásárolni, úgyhogy akár még ilyen szinten nem is számít reklámnak, és akkor a következő és egyben legalábbis az egyelőre utolsó hírünk, az pedig a Google térképpel kapcsolatos, megint fejlesztettek benne, méghozzá sokat spórolhatunk a jövőben a,
a Google Maps új funkciójával. Lesz ugyanis benne egy olyan opció, hogy csak Wi-Fi, ami ugye mindenkinek jó jön, hiszen akinek havidíjas mobil nete van, akkor gyakorlatilag hát azt nem fogyassza, vagy legalábbis nem annyira fogyassza ezen túl a GPS navigáció. A Google még ugye nem jelentette be, de több felhasználóval már megkezdte a tesztelését. A már megjelent Google térkép alkalmazás beállításai között megjelent egy új lehetőség, amelyet aktiválva csak Wi-Fi adatátvitelre hagyatkozik majd az applikáció. Ez szerint a funkció bekapcsolása után elenyésző adatforgalom azért még zajlik a mobilneten is, de a térképek megjelenítéséhez és a navigációhoz szükséges adatok javát csak Wi-Fi-s kapcsolattal hajlandó letölteni az alkalmazást. Tehát véletlenül sem lesz olyan, hogy esetlegesen mobilnetről töltené be, bár mondjuk az érdekes, hogy mész, mondjuk, mert ugye hát tételezzük föl, hogy ahhoz, hogy Wi-Fi-n legyél, ahhoz mondjuk otthon kell lenned, vagy valami olyan helyen, ahol van Wi-Fi kapcsolat. Na most, ha te mész az autópályán, ott honnan tölti le az adatokat? Ugye van egy lehetőség arra, hogy le tudsz tölteni már alapból térkép részleteket a telefonodra, hogy ott foglalja a tárhelyet, viszont ez nem lesz online, hanem, de hát mondjuk, hogyha időnként az ember ezt frissítgeti, vagy egy adott térkép részlet egyébként magától is időnként lefrissül, ha már egyszer le van töltve, tehát megnézi, beazonosítja, hogy történt-e változás, és ha igen, akkor ezeket felülírja, és akkor gyakorlatilag lehet offline navigálni. Ezt már tudjuk, ezt nemrég bevezették, és lehet teljes mértékben offline navigálni. Viszont ugye, hogyha mondjuk kifutsz a térképből, a letöltött térképből, akkor mi fog történni? Tehát akkor kénytelen vagy mobilneten keresztül letölteni. Egyébként ez nem olyan nagy para, mert én elég sokat használom a Google navigációját, és ilyen, mit tudom én, 30-40-50 megabajtokat töltöget le, azt szerintem nem olyan vészesen sok, nem? Tehát egy mobilnetben, bár ki tudja, mert valakinek 50 megás mobilnete van, annak sok, de mondjuk azért általában ennél több szokott lenni az embereknek. És azt gondolom, hogy az legalább online is mutatja a forgalmi statisztikákat és stb. Amit meg ilyen offline módon lehet, hogy nem fog mutatni. Nem? Tehát, hogy mondjuk ma, hogy dugóba jövök haza, mondjuk három alternatív útvonat is néztem, de mindenhol dugó volt, tehát tök mindegy, merre jöttem volna haza. Úgyhogy, de ezt például csak akkor tudja, ha online. Hát hiszen, ha nem online, honnan tudna, hogy dugó van? Úgyhogy ezek az érdekességek. Az újítás egyébként megakadályozza, hogy a telefonozásba belefeledkező felhasználók navigáció közben érezhető mennyiséget használjanak el a havi mobilnetes keretjükből, ha természetesen előre letöltik azt a térképet, amerről közlekedni szeretnének. A Google más fronton is megújította egyébként a Maps alkalmazását, a térképek letisztultabbak lettek, ugye szintén egy hónappal ezelőtt ugye bevezették, vagy beállították mondjuk így az új műholdakat, amik sokkal tisztább képeket, sokkal élesebb és részletgazdagabb képeket tudnak már sugározni mondjuk így, és ezáltal ugye a térképek is sokkal pontosabbak tudnak lenni, úgyhogy ennyi. Ezen kívül persze magának az applikációnak a színvilága is, meg egy kicsit ugye a kezelése is egyszerűsödött, úgyhogy nagyon jó, amellett, hogy persze jönnek föl jön föl a többi navigáció szoftver, és gondoljuk csak a Wazera, ami egyébként szintén a Google Maps-et használja alapként, de azért egy ilyen közösségi navigáció szoftver, mindenkinek csak ajánlani tudom, tök jó, mert mész az úton, te magad is bejelölhetsz mondjuk, hogy te látsz egy trafipaxot, akkor ugye ráböksz egyet, és tudja a többi ember is, aki arra jön, hogy ott bizony egy trafipax van, vagy ha baleset van, vagy bármi, ezeket mind be lehet jelölni, és akkor aki használja ezt az alkalmazást, az tudja, hogy bizony ott valami fennakadás van, úgyhogy tök jó. Közösségi navigáció. Rendben. Elég sokan használják. Akkor Szlovéniába jöttem haza múlt héten, akkor azt használtuk például a Wazét, és végig, tök végig mindenhol mutatta, hogy milyen forgalmi dugók vannak, milyen útlezárások vannak, hol van trafipax, ugye, és nem csak az előre telepített trafipaxokat, hanem amikor a rendőrbácsi ott áll kint a háromlábúval, azt is mutatta. Igaz, hogy körülbelül fél perccel előtte szólt, vagy még annyival se, hogy hát itt mindjárt, tehát már gyakorlatilag belefutsz, de legalább mutatja. Úgyhogy egyébként sem hajtunk gyorsan, ugye? Na jó, köszönöm szépen, ezek voltak a hírek. Persze, hogyha bárki érdekességet lát, vagy szeretné, hogy beszéljünk egy adott témáról, akkor ezt nyugodtan osszátok meg velünk a Facebook oldalunkon, facebook.com/fixhd, ide várjuk a hozzászólásokat, én be is jelentkezem gyorsan, illetve a Skype-ot is elindítom, jó? Hogyha hozzá szeretnétek szólni, akkor itt is megtehetitek, tv.fixhd, jelöljetek bennünket partnernek.
jött is Szerénától egy jelölés, illetve Lászlótól. Gyorsan jóvá hagyjuk, amint magához tér a Skype. Úgy né, köszönjük szépen. És akkor ti is csöröghettek, akár videóhívás formájában is, tehát ha van webkamerátok vagy mobilról, akkor az arcotokat is be tudjuk adni adásba. No, azt mondja, hogy Ricsi írja nekünk, szia Wendy, csak egy javaslat, hogy esetleg ki teszik a kijelző sarkába, vagy az egyik hátsó monitorra Windows visszaszámlálását. Ja, vagy kitesszük el? Miért tennénk ki? A Microsoft oldalán fönn van. Tehát, hogyha valaki felmegy a Windows 10 letöltési lehetőségéhez, Windows 7-re vagy 8-ra kell próbálni, most ugye pont tegnap mutattam, hogy ha 10 alatt fellépsz, akkor ugye már nem akarja frissíteni, mert már 10 van rajta, de egyébként ha felmész mondjuk Windows 7-re vagy Windows 8-ra, ott mutatja, ott van egy visszaszámláló. Hát most mi minek tegyük vissza? Tehát, vagy minek tegyük ki? Tehát így a resta, meg persze a tévéműsorra kitesszük, hát ennyit nem fizet nekünk a Microsoft, sőt, sajnos semennyit nem fizet. Majd ha fizet, akkor kitesszük, de félek, hogy ez nem fog megtörténni, legalábbis nem most. Jó, aztán az Edge is kezeli a sütiket, itt közben Laci írta, illetve linkelt is egy képet, hogy hol lehet ezt kibe kapcsolgatni rajta. Már amennyi ugye ebből látszik, mert Laci mindig a legnagyobb felbontáson használja a monitorát, és ott igazából olyan túl sok mindent nem lehet látni, de azért a speciális beállításoknál, ha látjátok, akkor itt a követés letiltásának, követés letiltása kérésének küldése. Na ezt lehet kikapcsolni, jó? Tehát, hogy maga a követés, ugye az a süti, az kell hozzá, azt le lehet tiltani, és a kérésének a küldését is le lehet tiltani, tehát magyarul az, hogy egyáltalán informálja Microsoftot arra, hogy le van tiltva, azt is le lehet tiltani. Tehát igazából mindent le lehet tiltani, hogyha az ember nem akarja, de a legjobb megoldást még mindig mondom, ki kell húzni a pluginből, kész, ennyi, nincs internet. Akkor nem megy ki sem ilyen információ, de be se jön. Jó van az úgy. Jó. Gábor írja nekünk, úgy gondolom, hogy egy operációs rendszer ne jelenítsen meg reklámot, nem az a dolga. Így tehát adatokat se gyűjtsön. Ritka eset, hogy a csigazabálóknak adok igazat, de jogos a franciák hőbörgése. Jaj. Én azt gondolom, hogy persze, jó, minden hőbörgés jogos, ha valakinek valamilyen, hogy mondjam, érdekét sérti. Én is egyetértek azzal, hogy ne jelenítsen meg reklámokat, de egyébként nem jelenít meg reklámokat. Az majd csak egy ilyen, hogy mondjam, volt ezzel kapcsolatban már rémhír, hogy majd meg fog jeleníteni reklámokat. Sőt, egyébként tovább megyek, tovább kapcsolom, én ilyen hírekről is hallottam már, hogy lesz a jövőben is Windows 10-re való frissítési lehetőség egyébként. Hát ugye az Insider verzión kívül is, mert ugye az Insiderbe egyébként is lehet csatlakozni, és akkor lehet ingyenesen használni a fejlesztői verzióját, illetve a tesztverziót, mondjuk így. De lesz majd végleges Windows is. Ne vegyétek készpénznek, mert én is csak hallottam, nem biztos, hogy így van. És pont, hogy az abban reklámokat akarnak megjelenni, és ezáltal lesz ingyenes. Ugye? De hát ez végül is egy érthető, és már elég sok helyen alkalmazott modell, hogy szolgáltatásokat, amiket ingyenesen használunk, hát reklámokat kell néznünk cserében, tehát szerintem ez tök normális dolog, hiszen valamiből fenn kell tartani magát annak az üzemeltetőnek, de most ebbe a témába se nagyon menjünk bele, tehát lehet, hogy lesz olyan Windows verzió, amiben lesznek reklámok, és méghozzá lehet, hogy viszont cserébe ingyenes lesz az operációs rendszer, bár ha belegondolunk, most is az, már hogyha a frissítési lehetőséget nézzük, úgyhogy valamit valamiért. Na mindegy, majd kiderül, viszont van telefonálónk. Halló, szia! Hello, hello! Jó, ez hangos hello. Lesz. Parancsolj! Szia! Egy kérdésem volna. Valamelyik okos jogalkotó kitalálta, hogy a honlapoknak jelezni kell, hogy a honlap sütíthatná. Igen. Nagyon ügyesen megoldották, ugyanis vagy elfogadom, vagy nem tudok vele mit csinálni, hanem ez a jelzés ott van az ablakon. Lesz-e ebbe valami változás, vagy nem? Mert hát, hogyha csak megnézek egyszer egy honlapot, nincs szükségem a sütijére, uh-huh. Innentől kezdve el kell tennem, ha akarom látni a honlapot, mert például a felső sávot kitakarja a honlapból. Ez bizony így van.
Nem tudom, hogy ebben lesz a változás, szerintem ez a változás maga. Tehát, hogy ugye valóban ezt most már ilyen Európai Uniós szinten szabályozzák, és ez nem csak itt Magyarországon mondjuk úgy, hogy kötelező, hanem egyébként ez nagyon sok helyen. Tehát ha megnézed, a Facebooknál is ez van, bár hogyha aktiválja az ember rendszeresre a Facebookot, és, de ha egyszer kireszeteled a beállításokat, akkor onnantól ez meg fog jelenni ez, hogy van benne sütikövetés. Szerintem, vagy nem tudom, igazából engem ez annyira nem zavar, hát kövessen, hát most mi bajom lesz? Engem csak az zavar, ha nem akarom ezt a cookie-t látni, vagy hogy eltenni, mert nem akarok erre a honlapra visszamenni, akkor minek tegyem el a gépemre? Hát akkor ne tegyem. Tehát nem tudom azt választani, hogy nem érdekelnek a cookie-jai, tehát kikapcsolni egy X-keletű ablakot. Igen. De mi a kérdés ezzel kapcsolatban? Hát akkor ott marad. Hát, de valami változást tudunk-e valamit? Nem tudom. Lesz. Nem lesz. Tehát amelyik oldalon alkalmazzák, szerver oldalon a sütit, akkor onnantól kezdve ez igazából téged nem, tehát ezt nem tudod kikapcsolni. Persze letúltani le tudod, de akkor az adott tartalom nem fog elérhetővé válni számodra, vagy csak részben. Köszi. Nincs vit. Hello. Szia. Szabi posztolta, úgy van, tehát azt az, amit én is mondtam, tehát hogy a Windows 10 oldalára, hogyha az ember felmegy a Windows 10 Upgrade oldalra, akkor ott bizony ott a visszaszámláló, így látszik is ezen a képen, és innen le lehet tölteni az ingyenes változatot még egy pár napig. Jó, ez most nem működik persze, vagy nem mozog persze, mert ez csak egy kivágott kép, de egyébként, ha valaki rámegy erre az oldalra, akkor bizony mozog. Jó? Számol vissza. Jó, rendben, megyünk tovább, frissítünk. Ha már város, ja igen, hogy már a városnéző utazásokat is Pokémon Go-val hirdetik, hát igen, igen. Ugye van egy ilyen, egy ilyen érdekes része ennek a Pokémon Go-s történetnek, hogy bizony ezek a Pokémonok, ezek néha olyan helyekre vannak elrejtve, ami mondjuk akár valami nevezetesség is lehet, tehát ha már az ember kimozdul és Pokémonokra vadászik, akkor legalább közbe kulturálódjon is, hogy merre jár, és tudjon meg többet arról a helyről, ahol éppen van. És amellett, hogy összeszedi a nem tudom micsodát, ma a Szűcs Dani kollégám, hiszem, valami Jinxet talált, fogalmam sincs mi az, nekem van egy ismerősöm, akinek ez volt a beceneve, szerintem nem ezért, de lehet, hogy igen. Na mindegy, de minden esetre igen, érdekes. És azt, hogy most már ezeket hirdetik is, tehát hogy hirdetésekbe, hát már gyerekek olyan is van, olyan kávézót is láttam egyébként benne a belvárosban, ahol azzal csábítgatják oda az embereket, hogy itt bizony lehet Pokémonokra vadászni. Tehát magába a kávézóba is. Tehát, hogy tök jó. Hát őrüled, a kávé mellé ott mit én bejön Pikachu, és ő hozza a cukrot, vagy nem tudom, tehát, hogy vagy Pokémon labdával kell levadászni a pincért, tudod, vagy nem tudom. Hogy mire jó, vagy mire, én nem vagyok már, vagy nem tudom, ez hagyjuk is ezt a részét. Nekem valahogy nem jön be ez az őrület, de hát mindenki azt csinál, amit akar. Aztán Dani, Vendi, a mögötted lévő nagy tévén, amin az óra fut, hogy osztotok meg több képet is, milyen progival vagy kábellel, stb. Köszi. Hú, Dani, hát ezt maga a szoftver tudja, tehát nem osztunk meg mi semmilyen kábellel, meg ez a képvágó gépünknek az úgynevezett másodlagos monitora, amin egyébként lehet változtatni, hogy mi legyen, tehát hogy most éppen itt minden ott van, ami fontos lehet, de egyébként lehet egyéb más üzemmódokat is rá kitenni. Tehát lehet nagy képernyőben nézni bizonyos bemeneteket, kimeneteket, lehet vektorszkópot kitenni rá, meg mit tudom én még miket. Tehát, hogy igazából ezt szoftveren belül lehet állítgatni. Ennyi. Tehát semmi. Nem úgy működik, mint a régi ilyen, nem is olyan régi, de itt van. Haha! Figyú! Pont van egy ilyen biztonsági kamera szétosztó itt valamiért. Na ebbe például szintén ilyeneket lehetett csinálni, ide bedugdosod a videókat, és akkor szintén gombokkal előtte, hú de koszos, itt be tudod állítgatni, hogy éppen mit lássál, milyen sorrendben, meg nem tudom, feliratokat tudsz rátenni, hogy ez most COM1, meg COM2, meg nem tudom. Tehát ez a régi módszer, ugye ez úgynevezett Matrix, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a ilyen több képernyős, meg egy multiviewer, igen. Az meg a szoftveres megoldás, tehát igazából ezt maga a szoftver tudja.
amivel mi dolgozunk, amit meg most hiába mondom a nevét, egyébként ott van alatta, tehát a New Tech Tricaster, vagy Tricaster, de hát ez megint az a kategória, amit valószínűleg nem rohan az ember is megvesz a boltba, mert hogy ez nem csak egy szoftver, hanem egy hardware is, és mivel elég borsos ára van, ezt úgy otthonra, meg úgy minek, tehát hogy így mit akarsz vágni? A tévéadásokat, vagy nem tudom, tehát hogy, mert így erre igazából, tehát erre egy tévének szüksége van, de otthon vajmi kevés szüksége van az embernek arra, hogy szerintem kamerákat vagdosson, ugye? Na, menjünk tovább. Azt mondja, hogy szia, Wendy, a Vaze nem a Google térképeit használja, hanem a saját térképrendszere van, amelyet a felhasználók szerkesztenek, bárki szerkesztheti, a Google integráció is van, de a helyek és a címek miatt van, további szép napot, Sanyi. Én úgy tudom, Sanyi, hogy a Google Maps-re épül. Tehát, hogy maga a térkép az a Google Maps. És vice versa, tehát például a forgalmi információkat, meg a Vazéról szedi a Google Maps. Tehát, hogy ilyen szintű együttműködés van két cég között. Tehát igazából nem tudom, nem hiszem. Vagy lehet, hogy több tér, mert hogy vannak, tehát mondjuk offline navigációban vannak térkép szolgáltatások. Ugye például az iGo-nak is van saját, azt hiszem a TomTom térképeit használja, meg van Atlas, meg nem tudom, több cég van, aki ilyen térképeket fejleszt gyakorlatilag, de mivel ez egy online rendszerből azért elég kevés van, és én úgy tudom, hogy a Google-en működik együtt, de nem akarok ezzel vitatkozni, úgyhogy utána kell nézni, de én úgy tudom, hogy ezt használja. Oké, okay. Randy check. Na! Mivel nincs több hozzászólás, ezért megyünk, ha már a navigációról beszéltünk. Ugye kivonult az Uber vasárnap, és már is indul egy új alternatíva itt Magyarországon is elérhető. Már korábban is lehetett hallani egyébként évekkel ezelőtt, hogy indulna egy szolgáltatás, csak aztán az Uber valahogy überelte azt a szolgáltatást, de most, hogy nincs Uber, gyakorlatilag hamarosan itt a Taxify nevű szolgáltatás, alig néhány órával azután, hogy vasárnap délben ugye az Uber felfüggesztette hazai tevékenységét, bocsánat, csak iszom, mert különben itt fogok csuklani. Valaki emleget engem vagy anyukámat, remélem engem, mert anyukámat nem hagyom. Szóval, hogy felfüggesztette hazai tevékenységét, az alkalmazást a hazai alkalmazásboltokból elérhetetlenné tették, és az utolsó utas is becsukta maga után az ajtót, már meg is érkezett az utód, a Taxify, amely augusztus elején fog elindulni. Az észt vállalkozásról már ugye 2014-ben lehetett hallani, mint az Uber nagy kihívójáról, és gyakorlatilag a cég azt ígéri, hogy betartják a taxis rendeletet, viszont technológiában és életérzésben ugyanazt fogják nyújtani, amit ugye az Uberben szerettek a felhasználók, a fix tarifás rendszerhez idomuló árazásért cserébe készpénzfizetési lehetőség lesz, e-számlás lehetőség lesz, illetve lesz taxióra, nyomtatott bizonylatra is lehet számítani az észak-európai társasággal utazóknak. A cég szóvivője elárulta, hogy bár direkt megkeresést nem intéztek az Uber hazai sofőrjeihez, azok mégis tömegszámra jelentkeznek náluk maguktól is. A szabályok betartását, így az autók sárgítását azzal segíti egyébként a Taxify, hogy a megtett út arányában térítenek vissza 100%-ot a sofőröknek. Tehát igazából egy új taxitársaságról beszélünk, ha ezt így lehet mondani, csak nem telefonon lehet őket elérni, bár egyébként lehet, hogy azt is, hiszen itt mondjuk a dispatcher szolgáltató nem volt szó, de ha jól tudom, az Uber pont azért utálták ki az országban, hogy nincs dispatcher szolgáltató, nem lehet őket elérni telefonon. De hát van rajta egy alkalmazás, ami ezt kiváltja, tehát ezt nem is értem teljesen, de mindegy, meg ugye nem volt sárga, miközben a taxiknak sárgának kell lenni már pár évvel ezelőtt óta, mert ugye mert New Yorkban már nem tudom, 70-es évek óta sárga, akkor itt nálunk is kitalálta egy agyas, amiből pénzt lehet keresni, hogy itt is legyen sárga, hát most ez érezzük. Na mindegy, hagyjuk is ezt a történetet, az a lényeg, hogy lesz tehát alternatíva. Kérdés, hogy árban, mert ugye az Ubernek az, itt az ár volt, ami elég vonzó volt az emberek szemében, és azért választották ezt, de most ha itt fix tarifás rendszerhez idomuló árazás, akkor az gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy ugyanúgy egy taxitársaság lesz, aki ugyanolyan árért visz. Akkor meg gyakorlatilag, már bocs, de azért jó mélyen taxitársaság van, most nem kezdem el sorolni, akiknél azért már régóta elérhető ugyanígy az alkalmazásba való rendelés, ugyanígy azért elég innovatív módon működtetik a vállalatukat, vagy hát magukat a taxis szolgáltatásokat, akkor gyakorlatilag ez ugyanúgy egy taxivállalat lesz, ha így nézzük, nem? Na mindegy, majd meglátjuk. Minden esetre állítólag alternatíva lesz, kíváncsi vagyok.
hogy ezt hogy tudják megoldani. Jó, és még egy hír, akkor lehet örülni, végre Androidon is elérhető a Prisma nevű fotószerkesztő alkalmazás, ami egy orosz? Azt hiszem orosz szok által fejlesztett alkalmazás, és eddig csak iOS-en volt elérhető, és nagyon jó kis képfiltereket lehet rárakni egy adott fotóra, majdnem, hogy ilyen gyakorlatilag festményt lehet csinálni a képekből, és ehhez párosul pluszba egy fotó megosztó portál is, amely ugye az Instagramnak elég nagy kihívója, legalábbis az elmúlt időszakban. Az applikáció hatalmas népszerűségnek örvend az iOS-es felhasználók körében, az App Store-ban csak a Pokémon Go tudta megelőzni. A Prisma lehetővé teszi, hogy az Instagramhoz hasonlóan különböző filterekkel lássuk el a fotóinkat, a felhasználható rétegek azonban egy festményhez hasonlítanak, így lélegzett elállító képeket készíthetünk egy pillanat alatt. A Prisma kezelése pontosan ugyanúgy működik, mint az Instagrammi. Kiválaszthatjuk, vagy felkészíthetjük a fotót, vagy elkészíthetjük a fotót, aztán 36 darab festményszerű filterből választhatjuk ki a nekünk tetszőt. A szerkesztett fotón jobbra vagy balra húzással lehet ugye beállítani a hatás erősségét, a következő oldalon pedig még akár a vízjelet is eltávolíthatjuk a képről, ugye az Add Watermark opció kikapcsolásával. Mivel ugye a Google Play áruházban még csak most került fel a Prisma, hiszen ugye ez a lényege, hogy most már Androidra is elérhető. A Google szerverei a Prisma keresésére egyelőre nagyon sok kamu alkalmazást dobnak föl, amelyek ugye az app megjelenése előtt is már jelen voltak, és ugye amivel megpróbálták átverni a felhasználókat, vagy ha nem is feltétlenül az átverés volt a cél, hanem inkább van egy jó pár olyan, ami ugye azt szolgálta, hogy egy ilyen Prisma-szerű program, hogy fotószerkesztőt, de le lehetett tölteni. A végleges, tehát az igazi, tehát a valódi Prisma alkalmazást hát kicsit lejjebb találjuk meg, az azonosítójához azt tessék keresni a kiadónál, hogy Prisma Labs Inc. Jó, tehát aki ezt így kiadja, az a Prisma Labs Inc., az ő Prismás alkalmazása az eredeti, ezt tessék letölteni, hogyha valaki szeretné esetlegesen használni immáron Androidon is. Tényleg jó egyébként, tehát nagyon jól néz ki. Úgyhogy például ilyen fotókat lehet csinálni, meg is tudjuk nektek mutatni. Szerintem jó. Nem? Tehát ilyen festmény. Festmény feelingje van a dolognak, és akkor István, ha már itt becsörögtél a képbe, akkor szerintem fel is veszünk téged itt a műsorba. Halihó, szia! Halló, halló! Egyre jobban, igen. Most? Most már tök jó. Szóval arról lenne szó, hogy hozzá lehet-e adni gyors gombot különböző alkalmazásokhoz. Vagy hát programokhoz, számítógépen. Persze. Tehát Windows-on gondolom, ugye? Windows 8-on van, igen. Persze. De ebbe az a csűrcsavar, hogy úgy kéne, hogy miközben én benn vagyok egy játékban, úgy. Uh-huh. Hát azt nem tudom, hogy ha a játék letiltja ezeknek a Windows-os gyors billentyűknek a használatát, akkor nem fogsz tudni vele mit csinálni. Már csak azért is, mert nagyon sok játék letiltja. Tehát például a Windows gomb megnyomását se engedi, ami alap esetben ugye a start menüt hozná elő. Nagyon sokszor szoktam miatt a mérgelődni, hogy hát jó. Na, de van olyan játék egyébként, amiben ez is le van tiltva. Jó esetben, ha nincsenek letiltva az ilyen funkciók, mert mondjuk a játékon belül nincs használva egy adott gyors billentyű, akkor lehet, hogy nincs is letiltva, és lehet használni. Ha viszont a játék letiltja a gyors billentyűk használatát, mert ugye a játékon belül is valamilyen funkcióhoz vannak ezek a gombok rendelve, akkor viszont nem fogod tudni. Hogy arról lenne szó, hogy én próbáltam azt, hogy azon a parancsikonra jobbklik, és akkor gyors billentyű hozzáadás. Így van. Na és az akkor már nem működik, hogy be vagyok kattintva, vagy egy böngészőbe tegyük azt. Játéknál meg végképp nem. Igen? Igen. Csak hogyha tálcára kattintottam előtte, vagy az asztalra, uh-huh. Érted? Hát akkor nem lehet. Akkor ez a válasz rá igazából. Én bevallom őszintén nem nagyon használom így gyors billentyűt, de egyébként tény, hogy a tálc, tehát ez a Windowsnak a gyors billentyűi, tehát innentől kezdve valaminek ezt aktiválnia kell. Logikus, hogy kell hozzá a tálca. Tehát most mondod, hogy mindig kilép a Windows gombbal, hát akkor megnyomod a Windows gombot, és utána a gyors billentyűt. Mert akkor ugye behozza a tálcát is a start menüben. Hát jó, de ez mondjuk egy stratégiai játéknál nem előnyös. Bér, egyébként mit akarsz egy stratégiai játéknál gyors billentyűvel előhívni? Zene lejátszott. Zene lejátszott. És az előnyös.
Tehát, hogyha csak megnyomom a numpad-en mondjuk az egyest, és elindul, és közben nem maradok le semmiről az egységek irányításába, akkor az nagyon jól jön, mint hogy kialtaboznék, érted? Értem. Nem tudok rá megoldást. Hát ha majd a Szombati Laci tud. Hátha. Oké, rendben. Köszi, hogy hívtál. Jó, hello. Hello, szia. Szerintem nem tud, mert ha nincs ilyen, akkor nem tud, de lehet, hogy van ilyen. Jó, menjünk tovább. Facebook frissítünk egyet. Azt mondja, hogy így van, Pikachu-t elkap. Tehát annyien mém születik, hogy már ez is uncsi. De tényleg. Hát ez is uncsi. Eleinte vicces, utólag uncsi. De ja. Oké. Zsenyi a hozzászólás. Tehát, hogy így azért azt érezzük, hogy az emberek csak a hülyeségre vevők. Nincs ezzel gond. Rendben. Laci. Na itt van Laci. Na Laci! Van gyors billentyű játékok alatt, vagy nincs? Tessék? Mondom, kiégetlek itt a Pikachu-s képpel. Hát ezzel én már nem tudok ezzel mit kezdeni, már bocs, tehát hogy... Jó, már hogy a Pikachu-val nem tudok mit kezdeni. A képpel tudok? Vagy hát a képen szereplő leányzóval biztos tudnék, ha akarnék. Ha tudnám, na, ki ő. Egyszerű a megoldás erre. Vegyen egy olyan billentyűt, ami direktbe támogatja a média gombokat. Például nekem egy ilyen billentyű van, nem mondok már, hát nagyon sok ilyen billentyű van. Valami én még egyszerűbb megoldástól kapcsolom a rádiót, vagy nem tudom, tehát ha zenét, tehát most ez egy körülbelül ilyen dolog. Tehát ha valamit venni kell már hozzá, akkor ez nem szoftveres. Lehet, hogy van egyébként valami program erre, amivel lehet ilyet, sőt, biztos van. Elképzelhető, hogy vannak biztos ilyen van. Szoftverek, amik keybindinget tudnak. Uh-huh. Én nem kerestem még, én azt tudom, hogy nekem az billentyűm ezt alapból támogatja. Nekem olyan billentyűm van, amin, mint a laptopoknál tőle van ez az FM gomb. Uh-huh. És akkor lenyomom az F-ent, és az F billentyű soron vannak ilyen, hogy hangerő, lehangerő fel, mood, zene, lejátszás, zene, tovább léptetés, meg ilyenek vannak, mint egy laptop. Hát igen, a laptopokon általában ez van, de valóban vannak olyan billentyűzetek, ilyen úgynevezett multimédiás billentyűzetek, mert általában ezek multimédiás tevékenységek. Tehát pont, hogy zenehallgatás, nem van play gomb, tekerés, következő léptetés, ilyesmik vannak általában pluszba rajta, vagy ilyenek is. Úgyhogy ilyenekkel biztos meg lehet egyébként oldani, és a billentyűzethez tartozó utility-t, ha az ember felrakja, akkor lehet hozzá ilyen gyors billentyűket csinálni. Vagy, mondom, biztos létezik el szoftver. Sőt, körbe még nekem ugye ez Google a médiás billentyűhöz még a utility is se kellett felrakni, hogy ezt tudja alapból, tehát ez működik mindenféle nélkül, ezt leközeli a Windows. És kipróbáltam, tehát full képernyő is de alkalmazásból is ugyanúgy kezeli a pálcára lerakott lejátszó programot. Nekem egy AINC nevű ingyenes média playerem van ezen a hallgatáshoz. Sőt, tovább megyek, mintha egyébként a Winamp-be alapból lenne valamilyen lehetőség talán. Tehát vagy volt, mert ugye bevallom őszintén rég használtam már Winamp-et, de azt hiszem, hogy a Winamp-be lehet például ilyen gyors billentyűket definiálni, pont az ilyesmihez, hogy zenéknek a továbbugratása, meg ilyesmi, és az egyéb más programokból is működik, mert ugye ő maga definiálja a gyors billentyűket saját magához. És ugye fut a háttérbe, ezért ezeket a billentyűket el lehet érni. Ez mondom, meg én egy más kérdés, hogy egy adott alkalmazás, ha letiltja ezt az adott billentyűt, mert vagy éppen másra használja, akkor logikus módon nem lehet, vagy összeakad vele. Tehát ezért mondom, hogy játékok meg aztán pláne jellemző lehet, hogy mondjuk bizonyos játékok esetén nagyon sok funkció billentyűkre van rádefiniálva, és az mondjuk Windowsba is, vagy egyéb más programokba is gyors billentyűk, ugyanazok a gyors billentyűk vannak, akkor kérdés, hogy melyik az aktív, tehát melyik az, aminek a prioritása elsődlegesebb. Hát nem tudom, hogy itt ezt mi határozza meg, de viszont itt is ott jön jól, hogyha direkt ilyen billentyűzeted van, amilyen dedikált gombok vannak, mert akkor nem lesz ilyen problémád. Egyébként igen, 100%. Logikus. Vagy telefonról is lehet játszani zenét. Én még mindig azt mondom. Vagy a rádióban. Vagy vezérelheted telefonnal a média playeredet, mert van már ilyen. Például. Egyébként igen. Például a VLC-t is lehet így távvezérelni, ha minden igaz. Meg talán a Winamp-et is pont, hogyha már az előbb a Winamp-et említettem. Van hozzá ilyen plugin. Már nagyon régóta. Igen, én is. Csak mintha rémlene, hogy lehet ilyen alkalmazásokat találni egyébként a Play Store-ban, hogy Winamp Primo-t vagy valami ilyesmi, és akkor természetesen kell egy plugin a Winamp alá, ami ugye képessé teszi azt, hogy a telefon távolról elérje és tudjon vele kommunikálni. Oké, Laci, nagyon köszönöm. Köszönöm. Halihó, szevasz!
Van még pár percünk, úgyhogy vissza is nézzünk a Facebookra, még nyugodtan hozzászólhattok a témákhoz. Szeretem a nyarat egyébként, ilyenkor olyan nyugi van. Szabival folytatjuk. Szevasz, Szabi! Rendben. Itt aki érdeklődött erről a gyors gombosról, nem említette, hogy milyen rendszere van, ugyanis Windows 7-es rendszer alatt rengeteg gyors gomb van alapból integrálva a Windows Media Player. Tehát hogyha a Google-be rákeres, hogy Windows Media Player keyboard shortcuts, akkor a Microsoftnak a honlapja fel fog jönni, és ha esetleg Windows 7-je van, akkor itt nem is tudom, 40-valahány alap gyors billentyű van benne. Aha, hát igen. Akkor ezek a funkciók, amiket akar, benne van az összes. De szerintem, igen, ha jól emlékszem, 8.1-et mondott a srác, de szerintem abban is van biztos ilyen, csak ugye ott más a lejátszó, szerintem már nincs media player, de az alapértelmezett hanglejátszó, bár lehet, hogy van media player is, teszem hozzá, mert miért ne lenne. Sose használtam 8. De egyébként én se, meg media player-t se, tehát hogy ez a plusz része. Biztos, nem tudom, én online hallgatok zenét, ha zenét hallgatok, úgyhogy ahhoz meg inkább a YouTube-ot használom, vagy a telefonomat, mint mondtam. Hát igen, vagy ez a VLC remote, amit mondtatok. Igen. Ja, vagy a VLC player-t, ami ugye videót is le tud játszani. Amiben szintén lehet gyors billentyűket egyébként, a VLC-ben is lehet gyors billentyűket definiálni. Igen, csak ahhoz már kell egy third party program, ezt meg ugye Windows-on belül meg tudja oldani. Hát igen. Bár most próbált minden esetre megérni. Figyelj, a VLC az amúgy is oké, hogy third party program, de azért úgy azt ugye elég sokszor szoktam én is ajánlani, ahhoz, hogy normálisan le tudjon az ember videót játszani, mindenféle kodekű videót, tehát mindenféle formátumból lévő videót, anélkül, hogy kodekeket kelljen telepítenie, célszerű a VLC player-t használni inkább ehhez. Igen, ez a VLC ez szerintem is egy nagyon jó program, abszolút. Csak itt, na hát igen. Ennyi. Jól van. Köszönöm. De egyébként még egy dolog ez a témával, hogy szintén egy harmadik féltől származó program van, ez az Overwolf nevű program, ami arra van kitalálva, hogy a játékon belül játékban maradsz, és akkor lehet vele ezen kívül zenéket tenni, vagy lejátszani, indítani, stb. Úgyhogy a játékban benne marad. Uh-huh. Még egyszer mondd a nevét, csak hogy így... Overwolf.com. Overwolf, mint túlfarkas? Vagy... Igen. Oké, okay, rendben. Tehát Overwolf. Egy ingyenesen, hát nagyjából erre a célra kitalált program. Aha, jó. Na, hát akkor reméljük, hogy Laci vagy István, nem tudom már pontosan, hallja ezt, és kipróbálhatod akkor ezt. És hogy azon belül gondolom, akkor szintén vannak erre gyors billentyűk, amivel ezt lehet viszont variálni. Integrálva vannak valami gyors billentyűk. Pontosan nem tudom, hogy működik, csak én is használtam egy párszor. És ez így most így eszembe jutott. I see. Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen, Szabi. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhattam. Halihó, szevasz. Jó, király. Na, csak találunk mi itt a megoldást, kérem szépen. És ha minden igaz, akkor vissza is hívott minket Laci. Na, illetve Barna István László. Igen, melyiket használod? Mert mind a három név igazából keresztnév is lehet. Hello. Isti vagyok. Isti. Na, hello, Isti. Szóval, én próbáltam az Overwolf-ot, és az azért nem jó, mert minden program, ami a játékra egy áttűnést tesz, vagy hogy is mondjam, szóval igen lényegében, mert az egy ilyen áttűnést tesz a képernyődre, és hogyha ráhúzod az egeret megjelenik, az azért nem jó, mert automatikusan gyorsítja az egeredet, és az úgy nem előnyös. Aha. Hát igen, de hát valamit valamiért tudod, szokták ezt mondani. Figyelj, ezt a media player-es megoldást próbált, hát, vagy próbált ki? Online streaming programmal akarom. Micsoda kívánságok, kérem szépen. De mégis milyen online streaming? Csak hát, hogy Spotify-jal. Aha. És ez van külön tehát Spotify alkalmazás, amivel használ igen, a Spotify? Igen, le lehet tölteni, és elindul, mint egy zenelejátszó, csak online megy. Vágom. Tehát, hogy akkor azt az alkalmazás. És abban lehet definiálni egyáltalán gyors billentyűket bizonyos funkciókra? Azt már játékon belül tudom állítani. A billentyűzetemen nekem is vannak ilyen gombok, amikkel el lehet indítani a zenét, tovább lehet léptetni ilyenek. Na, és akkor ez nem működik, ez a megoldás így ebben a formában? Hát, igen, de játék közben meg kéne nyitni. Mert, mit tudom én, be van zárva, mert...
mondjuk. De várjál, tehát azért azért több, hogy mondjam, aggodalmat felvet, mert azért egy-két játék, sőt a legtöbb játék teljesen más videómódban fut, mint mondjuk a Windows. Tehát ahhoz, hogy egyetlen megnyiss, ráadásul ott a Windowsnak kellene, vagy akár ugye ennek az alkalmazásnak a saját file kezelőjét megnyitni, az nem biztos, hogy azt a játék fölött, vagy nem tudom, valahogy egyszer csak így megjelenik, és meg tudsz benne nyitogatni fájlokat. Tehát, hogy azért az nem biztos... Nem, a háttérben jelenik meg, ki se dob a játékból. Értem, de hol a háttérben? Tehát, hogy a játékban belül a háttérben? Hát, hogy játszok, és azt hallom, hogy elindult. Szóval, hogy én nem látom, hogy elindul, de elindul. Uh-huh. Értem, de honnan tudja, hogy mit kéne megnyitnia? Hát, mert egy számítógép, nem tudom. Érdekes, amit szeretnél, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem egyszerűbb elindítani előtte, és utána belépni a játékba, és akkor nincs ezzel gond. Hát akár, még az is lehet. Hát nem tudok mást, és akkor tényleg, vagy a mobilodról, tehát, hogy gondolom van mobilod, ott van rajta a Spotify. Igen, és akkor kéne egy jetdugó, és bedugni a hangkártyába. Hát például. Hát az is működhet. Hát szerintem egy egyszerűbb megoldás, mint a gépet széthackelni, csak azért, hogy ilyen megoldásokat tudjon, ami alapból nincs benne. Nem, én modolós srác vagyok, szóval nálam a Windows is szét van modolva, meg minden. Értem. Hát akkor figyelj, akkor fogsz te erre megoldást találni. Hát majd Linuxon van. Majd értes. Hát Linuxon minden más, persze. Ott párhuzamos feldolgozás tényleg van. Tehát az igazi multitaskop rendszer, nem mintha Windows nem lenne az, csak egy kicsit más szinten az. Jól van. Köszönöm, hogy hívtál. Na mindegy, akkor kutatok a neten azért. Oké, okay. Rendi check. Hello, szia. És lassan búcsúzunk. Még egy utolsó frissítés, hogy van-e esetleg valami ezzel kapcsolatban. Tessék, Balla, Farkas Zoltán, Spotify, Keyboard Shortcut, és itt van, hogy milyen gyors billentyűkkel lehet például a Spotify-on belül gyakorlatilag bármit csinálni. Play, pause, igen, csak hogy például megnyitás van-e benne? Na, az például lehet, hogy nincs benne. Close window, bezárás van benne. Ki lehet logolni az aktív userből. Hangerőt lehet állítani, play, select all, tehát az összeset, copy, create new playlist. Na, olyan van viszont benne, tehát ha van playlisted, akkor azt viszont lehet benne külön csinálni. Más kérdés, hogy játék alól is-e valóban, de köszönjük szépen Zolinak, hát ha hasznos segítség. És akkor még egy Lacitól, van egy Windows Media Player a 7-ben, a 8-ben és a 10-ben is, kivéve az N, illetve a KN kiadásokat, ott külön kell telepíteni a Media Feature Pack csomagot hozzá, hogy legyen Media Player. Rendben, és még valami van itt, azt mondja, hogy a gyors gombos telefonálónak ugye az Overwolf-ot ajánlja, igen, az Overwolf-ot mondta Laci is, esetlegesen, hiszen ez a program direkt erre van, játékban látható marad, és lehet vele zenét is lejátszani például. Hát akkor ennyi. Oké, köszönjük szépen! Ez volt már a Restart, holnap ugyanígy 7 óra és 8 óra között. Ha ide kapcsoltok, akkor nagy valószínűséggel ugyanígy én leszek itt, addig átöltözöm, ígérem. Szavaztok!